Köszöntöm a Szombathelyi Televízió kulturális magazin műsorának nézőit. Ez a műhely, amelyben az iménti percekben Szatmári Julit hallhatták és láthatták, gitárjátékkal és énekkel köszöntött bennünket és a kedves nézőket. Hallhatják majd őt természetesen ezen a héten, hétvégén, szombaton és vasárnap, ugyanis a főtéren a zenéje lesz a főszerep, vasárnap a Magyar Dalnapját rendezik meg Szombathelyen is. Julival találkozhatnak, akik őt ismerik, vagy esetleg ezután szeretnék megismerni. Mielőtt a Magyar Dal napjáról beszélgetnénk, előtte elmondom még, hogy milyen egyéb témákkal készültünk a mai műsorban. Szó lesz többek között a Vörös Sándor Színház készülő új bemutatójáról. Örkény István Tóték című művét a cserendező Ivo Krobot állítja színpadra. A stúdióba várjuk a mai ötvös konferencia két előadóját is, akikkel az éppen ma 200 esztendővel ezelőtt született Eötvös Józsefről beszélgetünk, aki a 19. század jelentős politikusa, vallás- és közoktatásügyi miniszter volt két alkalommal is. Képes összeállításainkban pedig a Zsidó Hitközség látogató központjába hívjuk Önöket, ahol a nyáron kiállítás nyílt a szombathelyi zsidóság történetéről. Ezen kívül megismerhetik a Pásztor című filmet is, amelyet szombaton vetítettek nagy sikerrel a Szavária moziban. A film a tavaly elhunyt és már is legendássá vált plébános Miszori Zoltán emlékét idézi fel. Ez tehát a mai kínálat, remélem, hogy velünk tartanak, és nem csak néznek bennünket, hanem SMS-t is küldenek nekünk a 0620-2020-800-as SMS számra. Ha szerencséjük van, nyerhetnek tőlünk egy Székely Klára könyvet, vagy pedig egy 2000 forint értékű utalványt a Café Frey felajánlásával. Szatmári Julit köszöntöm, most már itt a velem szemben a helyén, és Priger Szabolcsot, az Agora programigazgató helyettesét, mert hogy Magyar Dal napjára készül az intézmény, és ez már egy hagyományos rendezvény Szombathelyen, amely mindig újdonságokat is tartogat. Vasárnap kell azoknak a főtérre kilátogatniuk, akik szeretik a magyar dalokat. Ha szeptember, akkor Magyar Dal napja mindig? Hát az lenne jó, hogyha egész évben mindig az lenne. Tehát magyar dalok szólnának sok helyen. Nyilvánvaló ezen van rajta az Agora is, és ez egy külön jó indok, hogy szeptember
második vasárnapján mindig magyar dalok szólnak, most már negyedszer Szombathely főterén, hiszen a város most már negyedik alkalommal csatlakozik ehhez az eseményhez, amit valamikor Presser Gábor indított el, akinek szintén ez volt az elképzelése, hogy legyen egy olyan nap, amikor magyar dalok szólnak. És itt elsősorban a szerzőiségről van szó, tehát hogy magyar szerzőiségű dalok szóljanak, ne feldolgozás. Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy tulajdonképpen mitől magyar egy dal? Tehát elegendő akkor ezek szerint, hogyha a magyar a szerző? Ez a legfontosabb kritérium talán, hogy ezek a dalok, ezek sajátok legyenek. De szólhat angolul is? Ezek szólhat szerint? Angolul is, igen, bár nyilvánvaló próbálnak a szervezők, a Magyar Dalnapja, meg Szombathelyen az Agóra is arra rábírni a főszereplőket, tehát a zenészeket, hogy azért magyar nyelven énekeljenek, de ez nem kritérium. A legfontosabb az, hogy maga a szerzőiség a saját legyen, és arra rábírni minél több fiatal zenészt, hogy saját dalokat énekeljen, ilyen például Juli is. Azt hallottam, hogy két színpad is lesz a főtéren, és az egyiket kifejezetten szombathelyi előadóknak szentelitek. Itt fog helyet kapni Juli is. Te saját szerzeményekkel érkezel ezek szerint? Igen. Bár magyar feldolgozásokat is hozok, ha szabad. Én erről nem tudtam. Persze. Feldolgozásokat, szóval itt a magyar a szerzőiség, persze. Ugyanis nekem kevesebb magyar dalom van, tehát nem tudnék egy fél órás műsort jelenleg még magyarul bevállalni, csak saját dalokkal. Ugyanakkor te magyarul is, angolul is rendszeresen énekelsz. Sőt, ha jól tudom, akkor angol dalszövegeket is írsz, ugye? Inkább, igen. Vagy hogy elsősorban angol. És most mit fog hallani tőled vasárnap a közönség? A magyar saját dalaimat, körülbelül az összeset, és egy vagy kettő feldolgozást még nem döntöttem el. Talán érdemes azt is elmondanunk, hogy lesznek olyan fellépők, akik valamilyen tehetségkutató versenyen szerepeltek már a korábbiakban, és itt megint csak megemlíthetjük Julit ebben az összefüggésben is, ugye? Igen, pont ezt akartam mondani, egy olyan történetet, itt a magyar dalnak az ereje. Két dolog miatt is fontos, tehát két ilyen szimbolikus példa, az egyik a 30Y-os történet, hogy egy civil kezdeményezésre elindult egy hónappal ezelőtt a 30Y-os busz, tehát hogy milyen erős mondjuk a magyar dal ereje, hogy egy ilyen dolog el tudott indulni ennek köszönhetően. A másik meg Júlival kapcsolatos az átjáró tehetségkutató fesztivál, amelyen ő volt az egyik győztes. Szinte csak metal zenekarok játszottak, ilyen nagyon kemény rock zenekarok, és amikor ő színpadra lépett, hát akkor is ott elsősorban a poharak csörgése, meg a beszélgetés hallatszott, de hogy mekkora a magyar dal ereje, meg a saját dalok ereje, tehát hogy a második számnál már mindenki figyelt, és vágni lehetett a csöndet. Tehát ilyen szempontból pont ezt próbálja erősíteni ez a esemény, ez a fesztivál, hogy minél több saját szerzemény szülessen, és lássák azt az előadók, hogy van értelme saját dalokat írni. Most itt ezen a programon a helyi erők nagyon fontos szerepet kapnak majd. Jelzi ezt többek között, hogy lesz egy szombathely színpad, de azt mondtátok a sajtótájékoztatón, hogy tulajdonképpen a másik színpadon fellépő zenekaroknak is van vagy szombathelyi, vagy vasi kötődése. Igen. Megemlítesz néhány zenekart, akiket hallhatunk majd vasárnap? Abszolút, én nagyon gyorsan fel is sorolok mindenkit. Lesz két színpad, a Szombathely színpad, meg az Agóra színpad. Ugye tavaly a Magyar Dal fővárosa kapcsán nagyon-nagyon sok híres előadót próbáltunk hozni. Most pont fordított volt a cél, hogy minél több helyi dolognak bemutatkozási lehetőséget adjunk. Így itt lesz a Stone Desert, akik Julival párhuzamosan megnyerték ezt a bizonyos átjárót. Itt lesz a Karak zenekar, amely a népzenét és az alternatív zenét elegyít. Itt lesz az AVD, amely egy ilyen modern rock zenét játszik. Itt lesz a Soulwave, akik szintén több tehetségkutatót megnyertek. Ez lesz a Szombathely színpad, Julit ugye nem mondtam, hiszen őről már beszéltünk. A másik színpad az Agóra színpadon, a Flashlight Band kezd, ők például nagyon sok magyar számot játszanak, feldolgozás számot, nagy klasszikus magyar slágereket. Lesz a Solution, ami napjainkban a legtehetségesebb szombathelyi zenekara, és úgymond a három főzenekar, a Barabontó, akinek a szombathelyi kötődése egy magyar menedzsmentje van, a Bialex, akit szerintem mindenkit ismer, és biztos megosztja az embereket, ki szereti, ki meg nem. De az biztos, hogy érzelmeket kelt a hallgatókban. Ő már fellépett Szombathelyen? Ő már fellépett Szombathelyen, sőt az első koncertje itt volt, amiről persze egy külön beszélgetés lehetne indítani, és a főzenekar Vathrutik, amelynek az énekese Likó Marcell pedig ide járt a szombathelyi, akkor még főiskolára. Tehát a műfajok egészen széles skálája vonul majd fel. Neked van-e kedvenced, Júli? Akár a fellépők, akár más magyar előadók közül. Ez egy nehéz kérdés. Most váratlant kérdeztem. Igen. De milyen a viszonyod a magyar dalokhoz, a magyar zenéhez?
Nyilván a magyar nyelv az egy nagyon feszes kötött nyelv. Tehát azért a pop többnyire az angolból ered ez a kultúra. És azért az egy hömpölygős, áradós nyelv. És a magyarnak a feszessége, hogy a hangsúly ennyire kötötte mindig az első szótagon van, azért egy kicsit nehezebbé teszi a szövegek tudatos szerkesztését. Kedvenc magyar előadóm. Nagyon szeretem Dés Lászlót, és nyilván a gitártanáromat, Nyeső Marit, akitől tanultam, aki nagyon-nagyon figyel a prozódiára, és tőle tanultam. Köszönöm szépen a beszélgetést, reméljük, hogy szombaton is és vasárnap is sokan lesznek majd a főtéren. Azt még tegyük hozzá, hogy már szombaton is érdemes lesz kimenni, hiszen a Szombathelyi Big Band Fesztivál vezeti fel a Magyar Dal napját, Julit pedig meghallgatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, szombaton vetítették a Szavária moziban a Misszóri Zoltánról készült filmet, amellyel a készítők az éppen egy esztendővel ezelőtt elhunyt lelkipásztor emléke előtt tisztelegtek. Rendkívüli pap volt és rendkívüli ember, mondják sokan Misszóri Zoltánról. A Szombathelyen 2008-tól esperesként szolgáló plébános annak idején az erdőmérnöki pálya helyett választotta a papi hivatást. Olyan ember volt, aki rendkívül nagy hatással tudott lenni az emberekre, különösen a fiatalokra. Egy olyan korban, amikor az ifjúsági lelkipásztor azért sok nehézségbe ütközött. Kicsinyekre, nagyobbakra, mindenkire hatással tudott lenni, rengeteg ember tudott megnyerni magának, és soha nem élt vissza ezzel a képességével. Tehát ő tulajdonképpen senkit sem önmagához akart kapcsolni, hanem Krisztushoz. Ha az ember tud hinni, élő a hite, és hogy van egy élő testvéri közösség körülötte, ahol tartozik, akkor van esélye, hogy tiszta maradjon a gondolkodása, és hogy a téveszméktől mentesen tudjon élni. Én ilyen embert, akiből ennyire sugárzott a hit, én még nem ismertem, nem találkoztam vele, hogy minden porcikájával a föntiekre koncentrált, hogy ha bármit megköszöntünk neki, mindig csak mondta, ne nekem köszönjétek, ő neki. Mi a kutyánk, kutya, mennyire van? Hívei és barátai, az őt ismerő és tisztelő emberek közül számosan eljöttek, hogy lássák a dokumentumfilmet, amelyet Tóth Gergely operatőr és Murai Gábor rendező készített. Egy hírhozó jött, aki átutazó volt itt, és aki a lelkek pásztora, és hagyott nekünk egy üzenetet, de ezt az üzenetet mindenkinek személyesen kell megkapnia, hogyha a filmet megnézi. Az üzenetet sokkal többen szeretnék hallani, mint ahány embernek módja volt erre ezen a hétvégén. A szervezők ezért szeptember 7-én újabb vetítést tartanak a látogatók kedvéért a Szavária moziban. A papi hivatásunkat azt nagyon komolyan kell venni, mint amennyire komolyan ő is vette. Nem volt nála megalkuvás. Mindent Istenért tenni. Talán ez lehetett a kimondhatatlan jelszava. És a minden alatt azt tényleg mindenért tendő. Mindent odaadni a jó Istennek, mindent érte tenni. Amikor emberekkel foglalkozunk, gyerekekkel vagy éppen idősekkel, amikor bemutatjuk a szentmisét, amikor elmegyünk egy temetésre, megkereszteljük a gyermekeket, sugárzott belőle, hogy valóban mindent a jó Istenért tesz, elkötelezetten, odaadóan, mindent odaadott az Istennek.
Csütörtökön nyilvános évadnyitót tart a Vörös Sándor Színház társulata a főtéren. Meglepetéseket is ígérnek a színészek, akik közben már elkezdték a felkészülést a soron következő évadra. Ennek egyik bemutatója lesz a színházban Örkény István Tóték című műve. Vendégeinket köszöntöm itt a stúdióban, az előadás rendezőjét, aki Csehországból érkezett Szombathelyre, de nem először, már másodszor, Ivo Krobot. Sok szeretettel köszöntöm tolmácsát és egyúttal munkatársát, Halász Andrást, aki segít most majd nekünk a kommunikációban. Köszönöm szépen. És Bajomi Nagy Györgyöt, aki ebben az előadásban is komoly szerepet kap, és Ivo Krobot előző rendezésében is vállalt szerepet. Hol tartanak, Gyuri, most a próbák? Hát tulajdonképpen még előző héten kezdtük el a próbákat, egy hétig elemeztük a darabot, ma volt az, amikor először felálltunk és elkezdtük próbálni, itt lerendelkezni, ezt úgy hívják a színészek, hogy ugye van az olvasó próba, akkor értelmezzük, és ez a rendelkező próba, tehát még nem tudjuk a szöveget, ugye, hát még ugye nem tartunk ott, még példánnyal a kezükbe járkálunk, és a Ivo mondja, hogy mit, hova, mik a szituációk és merre. Hát még az elején, na, magyarán. A darab nyilván nem volt ismeretlen egyik őtök számára sem, hiszen egyrészt tananyag az iskolában, talán már neked is az volt, illetve készült ebből egy film is, ha máshonnan nem, akkor onnan sokan ismerhetik. Hogy látod, hogy az a szerep, amit te megformálsz, te leszel a tűzoltó parancsnok, tehát tulajdonképpen a címszereplő, Tóth úr. Tóték. Tehát mind címszereplő. Végülis mind címszereplő, igazad van, de te leszel Tóth tűzoltóparancsnok. Mennyire rokonítható ez a szerep azzal, amit az előző évadban alakítottál a szigorúan ellenőrzött vonatokban, ahol a forgalmi tiszt voltál, Hubicska? Hát egy dologban mindenképpen hasonlít, hogy mind a kétszer úgy jelenik meg, hogy WC-ről jön ki. Tényleg a Hubicska is úgy jött ki először, és én ma tudtam meg, hogy a Tóth is a WC-be ül először. De a két karakter is hasonló. Hasonló valamilyen szinten, de azért a Tóth az szerintem sokkal tisztább, egyszerűbb ember. A Hubicska az azért már kiéltebb, cinikusabb, azért... Tehát ez van különbség ezzel a kettő között, de egy dologban biztos, hogy egyek az, hogy mind a kettő fantasztikus jó szerep. Ivo Krobotot már második alkalommal köszöntjük Szombathelyen, hiszen ahogy említettük, az előző évadban is volt már egy rendezése. Minthogyha a két mű, tehát a Szigorúan ellenőrzött vonatok című Hrabal alkotás és Örkény műve is rokonítható lenne egy kicsit egymással. Önt kifejezetten a kisember, a kisember története foglalkoztatja? Vás spíše zajímají ty malí lidé, kteří se objevují v těchto dílech? Zdravím, viszontlátás. Üdvözlöme neked. Samozřejmě Hrabal a Erkeň mají velmi mnoho podobného, ostatně jejich rok narození jenom o dva roky rozdílný. Természetesen Örkény és Hrabal között nagyon sok a közös vonás, a születési évük között csak két év különbség van. Tak jak vlastně máme spoustu věcí společných z dějin, tak pochopitelně máme spoustu věcí společných i v literatuře. És tekintettel arra, hogy nagyon sok közös vonása van az irodalomban, a történelemben, ezért az irodalomban is megtalálhatóak ezek a közös jellegek. Jistý smysl pro groteskanost a pro zvláštní absurditu střední Evropy. Tehát, hogy érzékük van mindkettőjüknek a groteskség iránt, a banalitások iránt. Ostatně nikdy rakousko-uherská monarchie nedělala jakoby velkou politiku, velké revoluce jako Francie, Anglie a podobně. Vždycky to byly malý, drobný problémy. Az osztrák-magyar monarchia sem foglalkozott, vagy végzett, vagy nem voltak nagy politikai események, olyan nagyon nagy események, mint amilyenek Franciaországban vagy Németországban voltak, és ezek a dolgok elsősorban a kis emberekkel foglalkoztak. Tudíš do jisté míry ten zájem o toho malého člověka. Tehát az érdeklődés a kis emberek iránt volt nyilvánvaló. Ale zdá se mi to, že to je myšlenka velice dobrá, nahlednu to přes toho malého člověka na ty velké dějiny. És azt hiszem, hogy ez nagyon jó ez a gondolat, amikor a kis emberek sorsán kívánjuk bemutatni a nagy történelmi fordulatokat.
Úgy tudom, hogy ön a Tótékat 1982-ben Prágában már megrendezte. Pokud vím, tak toto vystarežíroval už 82. roce v Praze. Ez a mostani változat vajon mennyiben különbözik attól? És hogyan fogadta azt annak idején a cseh közönség? Jaký je rozdíl mezi tamnější verzí a touto současnou? A jak byla přijata tehdejší vaše inscenace v tom 82. roce ze strany českého publika? No tak je to taková zvláštní pro mě melancholická vzpomínka, bylo to velmi slavné všechno. Ez számomra egy nagyon különös, melankolikus visszaemlékezés, mert valóban nagy sikere volt. Hráli v tom velké hvězdy českého divadla. A cseh sztárok játszottak ebben a darabban akkor. Hrála se tam něco na 12 let. 12 évig ment ez a darab abban a prágai színházban. Samozřejmě jsme do jisté míry se nedrželi těch reálí přesných, jako se musíme držet teď v Maďarsku, protože to je maďarská moderní klasika. Természetesen akkor mi nem ragaszkodtunk pontosan Csehországban azokhoz a magyarországi reáliákhoz, amelyeket mi azért nekünk itt Magyarországon pontosabban be kell tartanunk. Například celá scenografie byla velice střídmá, byla to spíš taková konstruktivistická scenografie, ne realistická. Tehát a szín, a díszletek azok ilyen konstruktív stílusban kerültek megvalósításra. Ale to, co bude společné, bude veliký důraz na herecké výkony, na herecké divadlo. De az, ami a legfontosabb, mi egy ilyen színészi előadást kívánunk összehozni. A ten rozdíl je možná trošku v tom, mezi tím rokem 82, plus teda těch 31 let do současnosti. És az a különbség, ami ugye eltelt 82-től mind a mai napig, tehát ez a 31 év. Že ta absurdita toho Erkényova textu nás trošku dohání, ta doba je pořád víc a víc absurdní. Tehát, hogy az Erkény művének az abszurditása, az próbál minket utolérni, ugyanis a kor abszurditása az előttük halad. Často se vyrábí spousta věcí, které se pak neužijí, ale vyhazují se a potraviny se ničí a tak dále, a tak dále. Nagyon sok olyan tárgy, vagy olyan gyártmány készül, az élelmiszerek, amelyeket egyáltalán nem használnak fel, kidobálják ezeket. A ta demagogie, která je do jisté míry v postavě toho majora, ta vojenská a politická demagogie. És az a demagogia, ami a tűzoltó, bocsánat, az őrnagy figurájában látható ez a politikai és katonai demagógia. Má podobné formy, často ještě rafinovanější. Ennek jelenleg hasonló formája van, sőt, egyes esetekben még rafináltabb. Van-e esetleg olyan élménye, ez érdekelne, ami alapján azt mondja, hogy ugyanazt értünk bizonyos dolgokon, csehek és magyarok. Tehát valóban megragadható egyfajta közép-európaiság itt nálunk. Takže jestli máte takový zážitek, že jsou určité věci, které my prožíváme stejně ve střední Evropě, Maďaři i Češi. Samozřejmě těch věcí je mnoho a prostě jsou... Nagyon sok ilyen dolog van. A říkám, svědčí o tom i ta literatura. És erről tanúskodik az irodalom is. Vezměme si Edena von Horváth. Mert hogyha Eden von Horváthra gondolunk. Který vlastně nevěděl, kam patří. Čech, aki nem tudta, Magyar, hogy kihez hová tartozik. Hogy a cseh, magyar vagy osztrák. Říkal tomu, že to je takový středoeurópský mišmaš. Ő azt mondta, hogy ez egy ilyen közép-európai keveredés. Já mám pocit, že do jisté míry o tom nejvíc vypovídají v českém prostředí Hašku Švejk a všechny romány France Kafky. És azt hiszem, hogy erről a legtöbbet mondanak olyan cseh művek, mint amilyen Haseknek a Švejk című műve, vagy pedig Kafkának a regényei. Még azt árulja el, hogy ismeri-e azt a magyar filmet, amelyet Fábry Zoltán készített annak idején a Tótékból? Ezt is náte ten film, který byl natočen, a natočil jej Zoltán Fábry. Vím o tom a je to velice slavný film, ale samozřejmě jsem se na něj nepodíval, abych nebyl ovlivněn. Tudok erről, tudom azt, hogy ez egy nagyon híres film volt, de nem néztem meg, hogy ez a film engem ne befolyásolja. Tudatosan ezek szerint. A színészeket befolyásolja-e? Már utolsó kérdés, nincs is több időn. Befolyásolja, ezért én sem néztem újra, megmondom őszintén, mert régen láttam, mert Sinkovics fantasztikus volt, döbbenetes egy színész volt. Direkt nem néztem meg én is, vagy ne ijedjek meg, vagy ne kezdjem el utározni, tehát én sem néztem meg. Azért is kérdezem, mert úgy érzem, hogy a nézőnek is meg kell küzdenie azzal a filmélménnyel, és hogy
magához köti majd valamelyest ezt a művet is. Van olyan ismerősöm, aki azt kérdezte, hogy ki lesz a Vörös Sándor Színházban Sinkovics. Tehát, hogy így azonosítják be a nézők az egyes szerepeket. Ez jó. Mikor lesz a bemutató? Október 5-e. És nagyon sok szeretettel várjuk a nézőket. Így. Nagyon szépen köszönöm, sajnos elszaladt az időnk, pedig tudom, hogy készültek egy gondolattal, de megpróbálunk egy másik alkalommal időt szakítani rá. Köszönöm, hogy itt voltak. Mi budeme rádi, hogy přivítáme diváky ze Szombaty na našem představení. Mi nagyon fogunk örülni annak, hogyha üdvözölhetjük a nézőket a Szombathelyi Színházban. Ott leszünk mi is minden bizonnyal, izgalommal várjuk a bemutatót. Köszönöm szépen a beszélgetést. Maradjanak még egy pillanatig. Kedves nézőink, a nyáron kiállítás nyílt a Zsidó Hitközség látogató központjában a Szombathelyi Zsidóság történetéből. A következő összeállítással ehhez a tárlathoz szeretnénk önöknek kedvet csinálni. Július első vasárnapján nyílt meg a Szombathelyi Zsidó Hitközség látogatóközpontja. A felekezet egy évvel ezelőtt kezdte megszervezni azt a kiállítást, amely itt kapott helyet. Az anyag összeállításában és a tárlat berendezésében nem csak a gyülekezeti tagok, hanem Hester Aladár restaurátor és Mayer László levéltáros is segítkezett. A kiállításnak a megszervezése több okból is fontos volt számunkra. Elsődlegesen azért volt fontos, mert két évvel ezelőtt határozta el a Szombathelyi Zsidó Hitközség, hogy nyit a külvilág felé, és bemutatja azokat a szépségeit a zsidó vallásnak, amit kevesen ismernek. A nyitásnak egyik feltétele volt, hogy meg is mutassuk azokat az erekjeinket, azokat a tárgyakat, azokat a dokumentumokat, amit a nagy közönség vagy nem ismer, vagy eddig még nem látott. Eddig megrendezett nyitás jegyébe történő előadás sorozatoknak mind az volt a végeredménye, hogy kérték, hogy ezt hadd nézzék meg, ne csak halljanak róla, hanem látványba is mutassuk be. Tehát elsődlegesen ez volt a célunk, hogy bemutassuk Szombathelyre történő zsidók betelepítésétől a Soáig a történetét a szombathelyi zsidóságnak. Próbáltunk minden olyan dokumentumot beszerezni, és vallási kegytárgyakat, ami ebben a témában rendkívül fontos. Oka volt még annak is, hogy kiállítást szerveztünk, hogy a jövő évben lesz 70 éves a holokauszt, tehát azt hiszem, hogy az egész világ megemlékezik erről a 70. évfordulóról. Erre is szerettünk volna készülni, valamint arra, hogy iskoláknak és olyan diákoknak is bemutassuk a történést, akik erről keveset, vagy éppen nem tudnak. A kiállítás több részből áll. A látogatóközpont udvarára a halottak emlékére emlékfalat építettek, amelyen egy Radnóti idézet áll. A bejárati részen a zsidóságra jellemző kegytárgyak kaptak helyet. A Tóra szekrény takaró, a Mózes szobor, a Hanukia, a Menóra, valamint a Tóra. A tárlatnak fontos része az idővonal, amely a zsidóság 5774 éves történetét mutatja be. A belső teremben a szombathelyi zsidóság élete követhető nyomon egészen a holokausztig. A harmadik teremben a zsidóság egyik legnagyobb ünnepére, a széderestére készülő család életével ismerkedhet meg a látogató. Ez a terített asztal a pészáki ünnepnek, a széderesti terített asztala, ami a rendről és a kovásztalan kenyérről szól. Ez egy rendben van szedve, ez ami a hagada írja, és ezt olvassák az egész szertartás, vacsorai szertartás alatt, és amikor végére ér a szertartás, azután következik a lakoma. A lakomában az étel és a bornak nagyon-nagyon komoly szerepe van. Az mellett, hogy a zsidóság nem egy alkoholfogyasztó nép, de az ünnepeknél mindig a bor jelen van. Ennél az ünnepnél például négyszer kell emelni gyereknek, felnőttnek egyaránt a poharát, és ebben áldást kell mondani az ételre és az egész ünnepre. Van egyetlen egy rész az asztalon, ami a terítetlen rész, ez a vendégvárásnak a része, ahol egy kupát lehet találni, és egy széket. A szék az előre van ilyenkor döntve, csak itt ugye a kiállítás miatt vannak sorba állítva,
is itt várják a vendéget. A legfontosabb magát a szédertálat, ahol a szertartásnak megfelelő ételek vannak feltéve, amit a Hagada sorrendje szerint, a rend szerint kell bemutatni, fogyasztani és arra áldást mondani. A Zsidó Hitközség látogatóközpontjában berendezett kiállítás október 31-ig látható ebben a formában. Napra pontosan 200 évvel ezelőtt született Eötvös József, ez alkalomból szervezett konferenciát a Genius Savariensis Alapítvány az Ízeumban. Erről a konferenciáról érkeztek vendégeink, akiket szeretettel köszöntök itt a stúdióban, Bődi Pál történész és Markó Péter szociológus. Mindketten foglalkoztak Eötvös József életművével, talán nem sértés, ha kiemelem, hogy Bődi Pál többet egy kicsivel, mert hogy neki monográfiája is megjelent Eötvös Józsefről, és talán érdemes azt is elmondani önnel kapcsolatban, hogy évek hosszú során keresztül Amerikában élt, és a rendszerváltozás után tért haza, de már Amerikában is foglalkozott Eötvös Józseffel, akiről egyelőre mondjunk el annyit, hogy a 19. század jelentős művelődés politikusa, egy rendkívül nagy formátumú, nagy műveltségű egyéniség, akinek talán azt is megkockáztatható, hogy hatása máig érvényesül a magyar művelődés történetében. Kezdjük talán azzal, hogy Eötvös József, aki két alkalommal is volt vallási és közoktatási miniszter, milyen hosszú távú gondolatokat fogalmazott meg, olyasmit, amivel előre tekintett, vagy előrébb tekintett a saját koránál? Igen, hát talán az egyik ilyen gondolat, illetve tulajdonképpen egy gondolatsorozat az volt, amikor az 1848-as forradalom és szabadságharc után kiadott egy politikai tanulmányt, amelyben tulajdonképpen összegezte a forradalomnak a tanulságait, és azt akarta javasolni, hogy milyen formában kellene tovább lépni a Közép-Európának, különösen Magyarországnak a demokrácia és a parlamentarizmus területén. Mondhatjuk azt, hogy az ő tevékenységének egyik kulcsfogalma volt a műveltség, illetve a szabadság? Igen, mindenképpen a szabadság, a hazának a fogalma nagyon fontos volt nála, a művelődés fogalma nagyon fontos volt nála, és tulajdonképpen azon kívül látta azt, hogy itt a Közép-Európában több nemzetiség él együtt, és tehát, hogy a minden nemzetiségnek legyen lehetősége a továbbfejlődésre, azért javasolta ezt egy olyan rendszert, amely nem a központosított állam alapján alakulna, amelyben minden országnak, minden nemzetiségnek lennének autonóm jogai a továbbfejlődésre és a tovább alakulásra. Most ha én jól fogalmazom, akkor talán az is elmondható, hogy ő többek között azt is vallotta, hogy a gazdasági gyarapodásnak is az egyik alapja az oktatás és a műveltség elterjesztése az országban, és ő erről nem csak írt, hanem a gyakorlatban is sokat tett. Mit köszönhetünk neki? Lehet, hogy a professzor úr volna szerencsésebb, ha a kérdésre válaszolna, mert azt tudom, persze 1868-ban készült egy közoktatási törvény, meg egy úgynevezett emancipációs törvény, amelyik a kisebbségeknek olyan jogokat adott, ami akkor Európában példamutató volt. Én, mint szociológus, aki szociológia elmélettel, politika elmélettel foglalkozom, én itt az előadásomban az 19. század uralkodó eszméje az államra, vagy akkori szóhasználata az álladalomra című művét elemeztem, vagy legfontosabb megállapításait, de azt lehet mondani, hogy mindenki, mert itt igen jelentős kutatók és tudósok fejtették ki a szakmájukat érintő nézetéket, azt lehet nagyon röviden mondani, hogy Eötvös József bármit alkotott a szellemi életben, az a jelenlegi magyar társadalom
egyrészt társadalomra is világos magyarázatot, a társadalom működésére világos magyarázatot és válaszokat ad, másrészt nagymértékben kritikai szemléletű, mert azok a problémák, amiket ötvöst foglalkoztatta mondjuk az 1800-as évek elején, vagy a 49 után, ugye 48-ban, tehát a szabadságharcot ő már nem vállalta, akkor ment előbb Bécsbe, majd Münchenbe, és ott írta a könyve első részét, ami 1851-ben jelent meg Bécsben, a második 54-ben már itthon, de azok a fogalmak, amik akkor a legfontosabb politikaelméleti fogalmak voltak, a szabadság, az egyenlőség, vagy ahogy professzor úr említette, a nemzetiség fogalma, ő ezt azt vizsgálta meg, hogy a hétköznapi ember mit ért ezeken a fogalmakon, mert ahogy a politikusok akkor értették ezeket a fogalmakat, akkor úgy tűnt, hogy egymás kizáró fogalmak. Tehát ha valaki több szabadság, az kevesebb egyenlőséggel jár, vagy fordítva. Rendkívül nagy hatású volt az a népiskolai törvény, ami 1868-ban, közvetlenül a kiegyezés után megszületett, és amelynek létrehozásában ő oroszlán részt vállalt. Ki tudunk emelni ebből néhány jelentős momentumot? Igen, hát ez a törvény tulajdonképpen megalapozta a magyar népoktatást. Körülbelül 70-80 éven keresztül ez volt a gyakorlati törvény Magyarországon. Ugye ez tulajdonképpen az analfabetizmus Magyarországon nagy részt megszüntette. Tehát azon kívül tulajdonképpen ez olyan törvény volt, amely a legnagyobb szabadságot biztosította a különböző iskola rendszereknek. Nem csak állami iskolák léteztek, hanem egyházi iskolák, alapítványi iskolák. Tehát még korábban a katolikus egyházi iskola alapítási joga volt a meghatározó. Igen. Tehát ehhez képest hozott változást ezeket már fenntartotta a különböző egyházaknak a jogait az iskola fenntartásra, ugyanakkor az úgynevezett községi iskolát is bevezette, ahol az önkormányzati iskolák felemelkedtek. Szóval ez egy másik tényezője volt ennek a törvénynek. Azon kívül ő ugye a legmagasabb szintű tanítóképzést vezette be Magyarországon. Ezt úgy tette, hogy különböző tehetséges fiatalokat külföldre küldött azzal a feladattal, hogy ők tanulmányozzák a külföldön a legmagasabb színvonalú tanítóképzést, és azt Magyarországon gyakorolják. Tehát az első nagy cselekvése az volt, hogy egy bizonyos, körülbelül 10 különböző tanítóképzőt hozott létre, ahol ugye a tanítókat képezték, és azok a tanítók lettek azon kívül mondjuk a magyar iskoláknak a legmagasabb szintű tanítói. Borzasztó nagy szükség volt erre, hiszen ebben az időszakban még a lakosság jelentős része írni, olvasni sem tudott. Igen, nem is voltak tanítóképzők tulajdonképpen, tehát ezek mind tulajdonképpen azt eredményezték, hogy mondjuk 20-30 éven belül a magyar tanítás, a magyar népoktatási tanítás egy európai színvonalat ért el. Nagyon szépen köszönöm, még nagyon sok mindenről beszélhettünk volna Eötvös József kapcsán, mert hogy a nemzetiségi kérdés, vagy a vallásszabadsággal összefüggő kérdések is legalább annyit megérnének még, mint amennyit az oktatásról és a műveltségről beszéltünk. Nagyon köszönöm, egy másik alkalommal megpróbálunk időt szakítani arra, hogy alaposabban is megismerkedjünk az ő munkásságával. Köszönöm, hogy itt voltak, és további jó munkát kívánok. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, a sorsolás van még hátra. Ahogy a műsor elején említettem, nyerhetnek tőlünk egy Székely Klára könyvet, amelyet mindjárt mutatok is a kamerának. Ezt a könyvet viheti el tőlünk a 0630-287-9501-es telefonszámról üzenetet küldő kedves nézőnk. Köszönjük az SMS-t. Másik nyereményünket a Café Frey jóvoltából egy 2000 forintos utalványt kap a 0630-598-6611-es számról üzenetet küldő kedves nézőnk, és még egy ilyen utalványunk van, ugyancsak a Café Frey felajánlásával, a 30-as 206-45-72-es telefonszámról üzenetet küldő kedves nézőnk a tulajdonosa. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!